Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma, bár kisminkeltem magam és valahogy megcsináltam a hajam, amit amúgy levágtam, remélem mindenki észreveszi majd. Attól függetlenül nem vettem fel egy olyan felsőt, ami nagyon extra lenne, azért, mivel fél órán keresztül kerestem valamit, ami illene a sminkemhez, de semmit sem találtam, szóval egy egyszerű fehér pulcsiban vagyunk ma. Hogy mit iszunk ma? Rózsalimonádét. Nem szeretem annyira, viszont van olyan dolog az életetekben, amit nem szerettek enni vagy inni, de néha megkívánjátok valamilyen oknál fogva. Azért nem kifejezetten szeretem, mert olyan illata van és íze kicsit, mint egy rózsa parfümnek, és erősen érzem azt a rózsa illatot vagy ízt rajta, de néha megkívánom, és mai nap egy ilyen nap volt. Igen, még mindig parfüm íze van, semmi probléma. Mielőtt még belevágok a mai bűnügyi esetbe, annyit el szeretnék mondani, hogy ha van olyan nézőm, aki esetleg nézi a videóimat, és az életében van egy történt, egy bűnügyi eset, vagy egy eltűnés, vagy valami, amiről szeretné, ha beszélnék, nyugodtan írjon rám az e-mail címemen, ami a leírásban van, vegye fel velem a kapcsolatot, és mindenképp fogok beszélni az esetéről a csatornámon. Nem szeretnék, és nem is fogok áldozatok családjait önszántamból felkeresni, mivel nem tudom, hogy mennyire érinteni ez rosszul őket, nem tudom, hogyan vennék az egészet, ha megtenném, de ha van olyan személy, akinek a közvetlen családjában történt valami hasonló, és szeretné, ha beszélnék egy megoldatlan vagy megoldott esetről, vegyék fel velem a kapcsolatot. Előre szólok, hogy nem szeretném, ha távoli rokonok vagy távoli családtagok keresnének fel, mindenképp közvetlen ismerősök, családtagok keresenek fel, csak azért, hogy tartsuk tiszteletbe a legközelebb érintettek akaratát, de ahogy már mondtam, az e-mail címemen lehet írni nekem. Ma Damien Nettles esetéről fogok nektek beszélni, egy 16 éves fiú, aki a White-szigetről tűnt el. Esetünk a White-szigeten, Kaosban történik, 1996. november 2-án, egy szombati napon. Azon a szombati napon Damien oda ment szüleihez, és elmondta, hogy el szeretne menni egy házi buliba barátjával, Chris-szel együtt. Chris és Damien mindig együtt voltak, mindig együtt mentek házi buliba, más helyekre, szóval ez nem volt szokatlan. A szülők el is engedték végül Damient, hisz az elmondta, hogy ez a házi buli valójában Chris fiú testvére hozta létre a bulit, és annak a barátai lesznek ott. A buli Kelet-Kaosban volt, és csak hogy a fiú igazán jól érezze magát, az anya egy kivételt tett, és megengedte, hogy évfélig körülbelül kint maradjon a fiú. Ez újdonság volt. Az anya elmondja a könyvében, amúgy minden információt, amit tudok, az anya könyvéből tudok, és erről majd később még fogok nektek beszélni. Az anya elmondja, hogy úgy érezte, hogy itt az idejű 16 éves fiának kicsit több szabadságot adjon, eddig 10 óráig, 9 óráig engedte el, most pedig megengedte, hogy éjfélig maradjon kint. Damien és Chris elmentek a házi buliba, viszont nem érezték magukat legjobban, mivel Chris fiú testvére pár évvel fiatalabb volt, a két nagyobb fiú pedig nagyon unatkozott. Eldöntötték, hogy elmennek Nyugat-Kaosba, és megvesznek néhány cidert, alkoholt, majd pedig megpróbálnak bárokba bejutni. Mielőtt még a komment szekció megőrülne, Angliában, mint minden másik országban, a fiatalok megpróbálnak bejutni bárokba, 18 év aluliak. Ez teljesen normális, itt élek Angliába évek óta. Legtöbb fiatal, akit ismerek, egy adott pillanatban megpróbált bejutni egy 18 éveseknek szánt bárba, hogy igyanak. Néha ez lehetséges, mivel a fiatalkorúak idősebbeknek néznek ki, ezért az ott lévő bárok nem ellenőrzik az identitásukat. Chris elmondása szerint néha sikerült bejutniuk egy-két bárba, de a legtöbb bár visszautasította őket. Megjegyezem, hogy Damien nagyon magas volt, ezért legtöbbször, mikor meg is vették ezeket a szájdereket egy kis üzletbe, nem kérték a fiú igazolványát, nem kérdezték meg, hogy hány éves, ez elég normális volt. Aznap este is ezt csinálták, miután elmentek a házi buliból, Nyugat-Kaosba, megpróbáltak bejutni egy-két bárba, ezen az éjszakán viszont egyetlen egybe se sikerült bejutni. 9 óra 40 és 10:30 között próbáltak ezekbe a bárokba bejutni, mikor viszont nem sikerült, eldöntötték, hogy hazamennek, vagyis először vissza kellett menjenek Kelet-Kaosba. Amúgy ők más kisvárosban éltek, Kaosz, ami egy nagyobb város mellett, és először el kellett jussanak keletre, hogy majd hazajussanak. A hajóval átmentek nyugatról keletre, majd egy adott pillanaton egy kisebb parknál a két fiú elvált egymástól. Másnap reggel, november 3-án, vasárnap, a Nettles család felébredt, és az apa és az anya elkezdtek reggelit készíteni.
Kislányuk Melissa, ő már rég fent volt családjával együtt, 12 éves fiúk viszont James és Damien még a szobájukban volt. A család nem volt meglepve, hogy a két fiú szobájában volt, hisz James elég sok időt töltött azelőtt nap este a számítógépen, úgy gondolták, hogy normális, hogy alszik, és másik fiúk Damien pedig egy házi buliba ment. Valerie Nettles, az édesanyja, megkéri kislányát Melissát, hogy menjen ébressze fel Damient. Már előzőleg hallotta, hogy a James, másik fiú, már valószínűleg ébren volt, már mozgott a szobájába, de Damien még nem. Mikor Melissa elmegy, csupán néhány perccel később nagyon megijedten jön vissza, és elmondja az édesanyjának, hogy Damien nincs a szobájában. Az anyja először nem tudja, mit higgyen, és elmegy saját maga is megnézni, majd megnézi a ház körülötti részeket, nehogy a fiú a mosdóba legyen, vagy egy másik szobába, viszont Damien nincs otthon. Miután még egyszer megnézi a fiú szobáját, rájön, hogy valószínűleg a fiú haza sem jött aznap éjszaka, szombati éjszaka, amikor elment ebbe a házi buliba. Ekkor az anya egyből arra gondol, hogy felhívja a Chris-t, megkérdezze, mi történik, vagy hogy hol van a fia, biztos együtt vannak. Teljesen biztos, hogy abban, hogy fia rendben van, valószínűleg Chrisnél aludt, lehet másnaposak voltak, ittak egy kicsit, és nem akart bajba kerülni. Az a normális dolgok jutottak eszébe, ami minden anyának eszébe jutott volna. Eldöntötte, mivel ez olyan 9:30 körül volt, hogy olyan 10:30-ig még vár, és igen, nem akarta fiát sem megijeszteni, egy nagyon jó anyáról van szó, majd később is meglátjátok, bármit elkövetne gyermekeiért, és nagyon nyitott gondolkodásmódú eleve is. Mikor végre 10:30 volt, eldöntött, hogy felhívja a Chris-t, aki nagyon fáradtan fel is vette a telefon, mintha akkor ébredt volna fel. Chris meglepődik, hogy ezt a hívást kapta, hisz Damien nincs a házánál, valamint nem is látta előző este óta, amikor annál a parknál elváltak. Ekkor Valerie-ben megfagy a vér. Nem tudta, hogy mi történik, de annyiba biztos volt, hogy fia soha nem jönne haza úgy, hogy nem mondja el a szüleinek, hogy mi történik. Nyilvánvalóan volt már olyan szituáció, hogy a fiú túl sokat maradt kint, 10 óra helyett 12-kor jött haza, de mindig felhívta 10 órakor anyját, hogy igen, késni fogok 2 órát, lehet veszekedett anyával kicsit a telefonba, hogy hagyjad, hogy maradjak kint, hogy nagyon jó a buli, légy szíves, de minden egyes alkalomkor felhívta édesanyját. Ez viszont ebben az esetben nem történt meg. A könyvben az anya elmagyarázza, hogy már ekkor nagyon vigyázott arra, hogy hogyan beszél a baráttal, Chris-szel, hisz akármi is történt, tudni akart róla. Nem akarta gyanúsítani Chris-t, hogy mit csináltatok aznap este, ittatok, történt-e valami, hanem nagyon kedvesen elmondta neki, hogy légy szíves, akármi történt, nem érdekel tényleg, ha ittatok, akármit csináltatok, nem zavar, csak mondd el, hogy tudjam, hol van Damien, és ha történt-e vele valami. Chris viszont állítja, hogy azon kívül, hogy ittak néhány szájdert, nem történt semmi, és mikor elváltak, Damien nem tűnt részegnek. Ezután a szülők beülnek az autóba, és elkezdenek vezetni a szomszédságban, hát ha Damien épp ekkor jönne haza, csak lassan sétál, vagy akármi történik, hát ha látják majd. Mikor a szomszédság ott bejárták, és nem találnak semmit, eldöntik, hogy elmennek a rendőrséghez. A szülők a káoszi rendőrséghez fordulnak, és megjelennek a rendőrség ajtajánál. Ekkor az anya elkezd kopogtatni az ajtón, de úgy veszi észre, hogy senki, mintha senki nem lenne ott a rendőrségnél, pedig ez egy vasárnap volt, a rendőrség pedig úgy egész héten dolgozik. Senki nem nyitotta ki az ajtót, az anya ott ült, kopogtatott, szinte kiabált, hogy engedjék be, mert valami rossz történt, de senki nem nyitotta ki az ajtót. Ekkor Valerie felhívja az 112-t, és elmondja, hogy mi a szituáció, hogy itt van a rendőrségen, viszont úgy tűnik, hogy senki nincs itt. Viszont látott egy rendőrt az egyik ablakban, szóval szinte teljesen biztos benne, hogy valaki bent van. Ekkor az 112-es személy azt mondja neki, hogy nem, sajnálom, nem dolgoznak ma a rendőrök. És az anya így, mire célzol, hogy nem dolgoznak a rendőrök? Ekkor szinte egy kicsi őrültség száll belé, és elkezd kiabálni a telefonba, hogy a fiam eltűnt, a 16 éves fiamat nem láttam már néhány órája, nem jött haza tegnap este, és segítségre van szükségem. Az 112-es operátor ekkor azt mondja, hogy hát meglátja, mit tehet, és leteszi a telefont, majd megígéri persze, hogy visszahívja az anyát. Miután letette az 112-es operátor a telefont, valaki kinyitja a rendőrség ajtaját. És beengedik a rendőrségre, ahol
15-20 rendőr is a helyszínen van ebbe az épületbe, viszont nem nyitották ki a nőnek az ajtót, mikor kétségbe esetten kopogtatott. Ha azt hiszitek, hogy ez az egyetlen dolog, amit a rendőrség tesz majd ebben ez alatt a nyomozás során, ami nagyon furcsa, és nagyon idegesítő, nagyon tévedtek, és készüljetek fel előre, mert miután vége az esetnek, fel lesztek háborodva. A nő bemegy a rendőrségre, és elmondja nekik, hogy mi történt, pontos leírást ad a fiáról, el is mondja a könyvében, hogy ekkor szinte csodaként összeszedte magát olyan szinten, hogy minden egyes részletet fiáról, és arról, hogy mikor ment el, hogyan volt felöltözve, elmondott. A rendőrség megfordul az anyához, és azt mondja neki, hogy jöjjön vissza 24 óra múlva, mivel ebben a pillanatban nem tehetnek semmit. Amúgy nektek szólok, hogyha bármi ilyesmi történik veletek, és kiskorúról van szó, sehol nem kell várni 24 órát. Soha. Soha. Egyből mehetsz a rendőrségre. Viszont a rendőrség azt mondta, hogy menjenek vissza másnap. A fiú biztos csak valahol van egy lánynál, egy fiúnál, nem akart elmondani az anyjának. Az anyja mondja a rendőrségnek, hogy ez egyáltalán nem jellemző fiára. A fia mindig felhívja, és ez nem történne meg. A rendőrség viszont megkérte, hogy ne legyen dramatikus, idézem a rendőrséget, ne legyen dramatikus, menjen haza, várjon egy kicsit. A szülők elmentek a rendőrségtől, de ez nem azt jelenti, hogy Valerie és férje ölbetett kézben vártak volna, hanem összehívták barátaikat, családtagjaikat, és egy kutatást indítottak saját maguk, fiúk megtalálásának érdekében. Másnap reggel, hétfőn, november 4-én Valerie újból felhívja a rendőrséget, akik megkérik a nőt, hogy ne idegesítse őket a sok hívással, mivel ez nem segít a fia helyzetén. És ha a nő kevésbé dramatikus lenne, és nem ennyire izgatott az egész iránt, akkor lehet, hogy a rendőrség normálisan tudná végezni a munkáját. Azt is megjegyzi a rendőrség Valerinek, hogy ne hívja őket többet, hiszen ő csupán idegesíti a rendőrséget. Igen, ez valóban megtörtént. Ez még nem is a legrosszabb, ha hisztek nekem, hanem. Néhány nappal Damien eltűnése után, aztán a család megkéri a rendőrséget, hogy segítsenek létrehozni egy videót, ami bemutatná, hogy a fiú utolsó lépéseit végül is. A házi bulitól kezdve, hogy milyen bárokat látogatott meg, hát ha valakinek eszébe jut egy új információ, egy új nyom, hogy hol látták Damient utoljára, hisz ekkor még semmi jelük nem volt. A rendőrség ezt teljes mértékben visszautasította, nem gondolták úgy, hogy bármi is történt volna a fiúval, biztosak voltak benne, hogy egy-két hét után előkerül. Egy héttel később aztán egy rendőr meglátogatja a Natos családot, és elmondja, hogy eddig nem találtak semmit a fiú eltűnésével kapcsolatban, és újból megkéri Valerit, hogy ne hívogassa annyiszor a rendőrséget, mivel idegesítő. És a fia 19 éves, biztos előkerül. A fiú 19 éves, ami azt jelenti, hogy felnőtt, és jogában áll eltűnni. Az anyja le kell nyugodjon, idézem a rendőröket. Ezt szemtől szemben mondja egy eltűnt gyermek édesanyjának. És ekkor Valerie ránéz a rendőrre, és azt mondja neki, hogy elnézést, mit mondott? A rendőr azt mondja, hogy igen, a fia 19 éves, azt csinál, amit akar az életével. A nő félre, ahogy már mondtam, megfagyott, a szíve nem dobogott többet. Mit mond a rendőrség egy héttel a fia eltűnés után, hogy a fiú 19 éves? A fiú 16 éves, és az anya már megmondta ezt a rendőrségnek. A fia 16 éves, kiskorú. A rendőr ránéz Valerire, és azt mondja, hogy elnézést kérek, azt hittük, hogy a fiú 19 éves, mivel valaki biztos rosszul számolta ki a fiú életkorát a születési dátumától, amit az anya megadott. Könyvében Valerie elmondja, hogy ekkor rájött, hogy a rendőrség nem lesz semmilyen fajta segítség ezzel ebben a nyomozásban. Persze a család nem adta fel, és ismét barátokkal, családokkal együtt elvégezték a rendőrség munkáját. Bejárták az egész várost, azokat a helyeket, ahol Damien Chris-szel volt, azokat a bárokat, ahonnan visszautasították, majd egy adott pillanatban elérkeznek egy ilyen fish and chips üzlethez. Itt ilyen halat és sült krumplit árulnak, ez nagyon gyakori Angliában, ez a nemzeti ételük valamilyen szinten, szóval szinte minden sarkon találhatsz egyet. És az itten dolgozók elmondják, hogy a fiút látták az üzletben, azután, miután
elvált barátjától, Krisztől, hisz nagyon sokkal később volt, mint 10.30, már mondtam, hogy 10.30 körül elváltak, viszont ebben az üzletben olyan 11.30 körül láthatták a fiút. A Fish and Chips bolt tulajdonosától elkérik a biztonsági felvételeket, viszont közben tovább nyomoznak. Rájönnek, hogy a legvalószínűbb dolog, ami történt, miután Chris és Damien elváltak, az a következő, és ezt körülbelül már időrendi sorrendben tudjuk, hogy ez igaz. A fiú elvált barátjától, majd valamilyen oknál fogva nem ment haza, mint ahogy a két fiú megegyezett, hanem visszament a nyugati oldalra. Damien hajóra szállt, átment a nyugati oldalra, majd újból bepróbált menni különböző bárokba. Egy adott pillanatban bement ebbe a Fish and Chips üzletbe, és aztán újból a főutcán elkezdett sétálgatni. Innen a család pontosan nem tudta, mi történt a fiúval. Eszükbe jutott viszont, hogyha a Fish and Chips üzletnek volt biztonsági felvétel, akkor a biztos a főúton más üzleteknek is van felvétele. Megkérték a rendőrséget, hogy kérjék el a főúton lévő üzletek biztonsági felvételeit, a rendőrség viszont azt mondta nekik, hogy nem, mert túl sok munka lenne. Nincs értelme elkérni a biztonsági felvételeket, mivel átnézni őket túl sok munka lenne, hogy megtaláljanak egy eltűnt 16 éves gyermeket. És ez még mindig nem a legrosszabb dolog, amit valaha tettek. Család nem is számított többre a rendőrségtől, eldöntötték, hogy saját maguk elkérik a felvételeket a különböző üzletekből, és átnézik, hogy mit találnak a Fish and Chips üzlet biztonsági felvételein. Szerencsére az édesanyja, mivel soha nem adja fel a küzdelmet, minden egyes információt az esettel kapcsolatban, amit legálisan feltett az internetre, és elérhető, ezért is be tudom nektek mutatni ezt a biztonsági felvételt. A biztonsági felvételen az látszik, hogy Damien bemegy ebbe a Fish and Chips boltba, ahol 6 másik férfi van. Damien úgy tűnik, hogy kedves ezekkel a férfiakkal, mintha egy-két szót váltanának, mosolyognak egymásra, úgy tűnik, hogy minden rendben van, majd mikor a 6 másik férfi elhagyja az üzletet, a fiú oda megy a kasszához, Oh, well, I'm going to go to the next one.
Ekkor egy furcsa beszélgetésbe kezd az ott lévő munkással. Damien ismételgeti, hogy kaphatok-e egyet, kaphatok-e egyet. Ez hallatszik angolul, de nagyon rosszul, mert a felvétel nem a legjobb. Viszont a munkás mindig rákérdez, hogy egy mit szeretnél. Kérek egyet, vagy kaphatok-e egyet. És a munkás megkérdezi ismét, hogy mi egyet. Sült krumplit szeretnél? És a fiú azt mondja, hogy igen. A család persze ezután beszél azzal a munkással, aki aznap este bent volt, és a munkás elmondja, hogy ő úgy érzi, hogy a fiú nem részeg volt, hanem valami fajta droghatása alatt lehetett. Ebből az interakcióból is erre következtetett a munkás. A család átnézi azokat a felvételeket is, amelyeket a főutcák kameráitól kaptak. Ezt már a rendőrséggel együtt teszik meg. Mielőtt viszont még ők is látták volna a család a felvételt, a rendőrség saját maguk átnézték, és behívták majd a családot, hogy ez az, amit találtunk, ezek a fiú utolsó lépései, utolsó hely, ahol volt a fiú. A család bemegy megnézni a felvételt, és azt látják, hogy egy férfi, egy nyomozó ül egy számítógép előtt, és jegyzetel. Az anya oda megy, és a rendőr, a nyomozó elkezdi magyarázni, hogy a fia ezután itt van, látható a felvételen, hogy átmegy az utcán, és az anya már az első másodpercben ránéz a rendőrre, hogy ez nem a fiam. És a rendőr azt mondja, de nyilvánvalóan ez a fiad, sötét kék felsőben van és farmer nadrágban. És az anya ránéz a rendőrre, ez hónapokkal később volt, ránéz a rendőr, azt mondja, hogy nem, sőt, nem farmerben volt a fiú, és nem sötét kék felsőben, fekete kabátban és fekete nadrágban, fekete cipőben volt. Nem hitt megint a fülének, hogy a rendőrség nem tudja, hogy mit viselt a fiúk eltűnésekor. Pedig állítólag nyomoztak az eset után már hetek óta. Az anya és a rendőr ekkor újból átnézik az egész felvételt, több mint 2 órát töltenek el, mikor megtalálják a fiút. Rájönnek, hogy miután elhagyta a fish and chips üzletet, ezután a főutcán sétálgatott, majd egy adott pillanatban a biztonsági felvételek elveszítik a fiú nyomát. De az utolsó felvétel, ami a fiúról készül, azon a fiú sétálgat és a sült krumpliát eszi. Nem tűnik úgy, hogy valami probléma lenne, elég vidámnak tűnik, ha mondhatom így. Napokból hetek lesznek, hetekből hónapok, majd 1997, vagyis 96-97 új évét Damien nélkül tölti Annettos család. Ebben az időszakban több szemtanú előjön, és elmondja Damien családjának, hogy
láttak egy Damien leírásának megfelelő férfit aznap este. Szóval az egyik egy buszsofőr, aki azt mondja, hogy egy Damienhez hasonló fiú, miközben sült krumplit eszegetve, és egy kamera volt a fiú kezében, felszállt a buszra, majd megkérte a buszsofőrt, hogy vigye el Chaosba. Mikor a buszsofőr azt mondta neki, hogy Chaosba van már, a fiú azt mondja, hogy köszönöm szépen, és leszáll a buszról. Az anya elhiszi, hogy lehetséges, hogy fiáról van szó, hisz, ha a fia ivott, vagy részeg lehetett volna, el tudja képzelni, valami hasonlót csinált volna. Majd egy másik férfi előjön, aki a buszmegálló környékén volt. Ez a férfi épp autójában ült, mikor a Damienhez hasonlító személy oda ment hozzá, és annyit mondott, hogy ők néznek minket. Majd ilyen rejtélyes módon, ha mondhatom, így elment. Ezt ugye a buszsofőr, mind ez a másik férfi elmondja a családnak, a család adja a rendőrségnek, viszont a rendőrség nem tartja őket megbízható szemtanú bevallásoknak. Szóval nem is nyomoznak ezek után. 1997. februárjában a rendőrség úgy dönt, hogy végre egy valaminek utána néz ezzel az esettel kapcsolatban. Érdekli őket, hogy ki az a hat másik férfi, aki a fish and chips üzletben volt aznap este. Kettőt meg is találnak, ez a kettő katona volt, kikérdezik őket, és arra jutnak, hogy a férfiaknak semmi köze az esethez. Ez bár úgy tűnik mai napig is, hogy igaz, ezután nem érdekelte őket, hogy ki a másik négy férfi a hat közül. Elég volt nekik, hogy ezt a kettőt megtalálták, és igen. Ugyanebben az évben egy sajtókonferenciát tartanak, és elmondják az egész sziget lakóinak, hogy biztosak benne, hogy Damien életben van, biztos csak Angliában, az Egyesült Királyságban, Londonban, vagy akárhol van, és éli az életét. A családot újból ez nagyon megviselte, elképzelhetitek, hogy a rendőrség az egész szigetnek elmondja, hogy ne aggódjanak, Damien után biztos életben van valahol. Persze, ez kicsi szigetről van szó, és a szigetlakók lesették a rendőrséget, ha mondhatom így. Saját maguk pletykálásba kezdtek, mint ahogy megtörténik egy kicsi városban vagy faluban, és ezen a szigeten is úgy volt. Elkezdtek pletykálkodni arról, hogy mi történhetett Damiennel. Különböző olyan hírek keringettek, ami a családhoz is eljutottak végül. A pletykákból és abbozzokból, amit mások elmondtak a nő rájött, hogy ez a sziget tele van drogkereskedőkkel, és tele van különböző rossz alakokkal, különböző olyan személyekkel, akik hírhettek, akik hírhet bűnözők, és akik olyan dolgot tettek, melyekre Valerie soha nem gondolt volna. Nem gondolta volna, hogy ez a kis sziget, ahol él, ennyire romlott lett volna legbelül. A nő, amúgy Valerie és családja Amerikából költöztek az Egyesült Királyságba, erre a szigetre, hogy egy nyugodtabb életet adhasson gyermekének. Ebben az időszakban már Amerikában, mielőtt még a gyerekek megszülettek pontosabban, sok olyan dolog történt, ami miatt úgy érezte Valerie, hogy sokkal biztonságosabb lenne az élet Európában, ezért is költöztek ide. És most fia eltűnése után megtudja, hogy mennyire romlott legbelül a szívében ez a város, ha értitek, mire gondolok. Csak hogy senkinek ne legyen kivetés azzal kapcsolatban, amit erről az esetről mesélek el nektek, az esetről az édesanyja könyvéből tudtam meg a legtöbb információt, valamint 2-3 másik internetes forrásból. Na már most vegyétek ezt az egészet úgy, hogy lehet, hogy 5%-ban nem igaz, amit az anya mond, mivel túl sok érzelme volt, mivel lehet átgondolt néhány dolgot, de biztosak lehetek benne, hogy a többség valódi. Annyit még megjegyzek, hogy a rendőrség szerint ők mindent megtettek a nyomozással kapcsolatban, és az anya túlzásról, hogy az anyja túl dramatikus, viszont én úgy döntöttem ez alatt az eset alatt, hogy nem fogok hinni semminek, amit a rendőrség mond, mivel ha már azt nyilatkozzák a médiának, hogy az édesanyja túl dramatikus, egy anya, akinek a 16 éves gyermeke eltűnt túl dramatikus, elnézést, nem fogok hinni ezeknek a rendőröknek, egyetlen egy szavukban sem. Több független nyomozás is indítanak különböző szervezetek a rendőrség ellen, és találnak bizonyítékot arra, hogy szörnyen elrontották az egész nyomozást a kezdetektől fogva. Ezek miatt a független nyomozások miatt, amiatt, mivel a rendőrség nyíltan azt mondta, hogy ez az anya túl dramatikus és túlzásba visz minden, valamint az anya könyvéből tudottak miatt, arra jutottam, hogy nem fogok hinni semminek, amit a rendőrség ezzel kapcsolatban mond. Hízek az édesanyának, valamint azoknak az újságíróknak, akik beszélnek erről az esetről. Ez saját véleményemként mondom el, most már előre tudjátok, hogy ez alapján mutatom be nektek az esetet. Lehet, hogy az egész, amit mondok, nem igaz, mivel az anya hazudik,
Viszont mivel ezt nem tartom valószínűnek, így fogom nektek bemutatni. Ha nem tetszik, lát más videót, nézi, elnézést. Ugyancsak 1998-ban Valeri elkezd újból kicsit zaklatni a rendőrséget, hogy mondják el, hogy mit kezdtek azokkal a biztonsági felvételekkel, amelyeket a főutcán találtak. Mondtam nektek, hogy 2 órányi biztonsági felvételt megnéztek aznap, de még nagyon sok olyan más felvétel volt, amit nem sikerült megnézni. Viszont a rendőrség megígérte az anyának, hogy majd átnézzük és elmondjuk neked, hogy mi történt ezzel kapcsolatban. Aztán, mikor az anya 1998-ban, szóval majdnem 2 évvel ezután elmegy a rendőrséghez, ők elmondják, hogy elvesztették a felvételt. Később a rendőrség elveszíti a kikötő felvételeit is, egy adott pillanatban úgy érződik, hogy lehet, hogy Damien a kikötő körül volt a hajóknál, és a rendőrség el is kéri a biztonsági felvételt az összes hajóstól, meg az összes ilyen tulajdonostól, viszont azt a felvételt is elveszítik. Valeri hónapokkal később megtudja, hogy a fő női nyomozó, aki az eseten volt, ott hagyta a rendőrséget, és egy bírósági eljárást indított a rendőrségen lévő férfiak ellen. Ebben az időszakban, a 90-es években ez a női nyomozó volt az egyetlen nő, aki ott dolgozott, és ez alatt a bírósági eljárás alatt elmondta, hogy szexuálisan zaklatták éveken keresztül. Miután ennek a bírósági eljárásnak vége lett, ez a női nyomozó egy 6 számjegyű összeget kapott a szexuális bántalmazás miatt, szóval a bíróság bűnösnek találta az ott dolgozó férfiakat. Csak hogy felfogjátok, miért fontos ez az esettel kapcsolatban, Valeri elmondja, hogy nagyon sajnálta a női nyomozót, de az jutott eszébe, hogy hogyan dolgozhatott ez a nő a fia esetén nyugodt szívvel, mikor ilyen szörnyűségeken kellett átmenjen. Ez csak még jobban bebizonyította számára, hogy egy, a rendőrség nem tudta rendesen végezni a munkáját, 2, a rendőrség nem is akarta rendesen végezni a munkáját. Nyilvánvalóan, hogy értsétek jól, nem hibáztatja ezt a női nyomozót, csak felfogja, hogy mivel ilyen sok bántalmazást kapott, biztos nem tudott rendesen figyelni a fia eltűnésére, és nem tudott rendesen nyomozni. Ez nyilvánvalóan a férfi nyomozók hibája volt. 2001-re úgy tűnt, hogy az eset kihűlt. Persze a család soha nem adta fel a küzdelmet. Ez alatt mindvégig beszéltek az újságírókkal, a szigeten élőkkel. 2001. júliusára aztán, miután az édesapa néhány hónappal ezelőtt elvesztette a munkáját, a család úgy döntött, hogy elköltöznek az Egyesült Államokba. Ahogy már mondtam, eredetileg Amerikában születtek a család tagjai, majd elköltöztek Európában, most meg úgy döntöttek, hogy visszaköltöznek Amerikába. Ez nagyon nehéz döntés volt az édesanyának, hisz úgy érezte, hogy ha nincs a szigeten, nem tud a fia eltűnésével kapcsolatban nyomozni. Viszont úgy a családtagok, mint azok a személyek a szigeten, akik itt laktak, megnyugtatták az anyát, hogy már vannak olyan technológiák, amik lehetővé teszik, hogy Amerikából is tudjon az anya nyomozni, valamint a szigetlakók is fognak folyamatosan segíteni. Ez igaz is volt, mai napig is folyamatos kapcsolatban vannak a szigetlakók a családdal, csak hogy ezt jobban megértsétek, mielőtt még valaki elítélné a családot, hisz nekem is az volt az első reakcióm erre, hogy tudsz elköltözni onnan, ahol a gyermeked eltűnt, mi van, ha egy nap visszatér, persze saját magam is tudom, erre nagyon kevés az esély, de mi van, ha egy nap visszatér, és erről beszél az anya is a könyvében, ő is pontosan ugyanígy érzett. Meg kell értsük viszont, hogy a családban volt 2 másik gyerek is, pontosabban 3. Nem mondtam el nektek, hogy a 2 másik gyereken kívül, aki aznap reggel, az eltűnés reggelén a házba volt, volt a családnak egy másik lánya, ő egy kicsivel idősebb volt, egyetemen volt. De meg kell értsük, hogy 3 másik gyerek volt ebben a családban. Az ő életük kellett tovább haladjon, és az anya is elmondja ezt. Úgy érezte, hogy a gyermekeket nagyon erősen megviselte a történtek, a gyerekeket megviselte, hogy ugyanazon a szigeten kell éljenek, amihez ennyire rossz emlékeket kötnek, és úgy érezték, hogy Amerikába költözni a legjobb lenne. Csak hogy bemutassam nektek, mennyire nyitott gondolkodású, és mennyire jó anya Valeri, a 12 éves fiú James, aki ebben az időben már 16 éves lett, nem akart az Egyesült Államokba költözni, mivel 16 éves volt, ekkor voltak a legtöbb barátai, úgy érezte, hogy ő szeretne a szigeten maradni, attól függetlenül, hogy mi történt. És az anya
Bár már ugye 16 éves volt Damien, amikor eltűnt, és nagyon féltette James-t, hogy bármi történjen vele, feláldozta saját aggodalmát, boldogságát, meg ilyesmi, és megengedte a fiúnak, hogy a szigeten maradjon nagyszüleivel együtt. Bár James úgy érezte, hogy a szigeten szeretne maradni, néhány hónappal azután, miután a család elköltözött az Egyesült Államokba, eldöntötte, hogy ő is ott szeretne élni, nagyon hiányzott neki édesanyja, lánytestvérei, és mégis úgy döntött, hogy elköltözik a szigetről. A fiú 2001. szeptember 10-én repült az Egyesült Királyságból az Egyesült Államokba. Mint tudjuk, remélem, hogy mi történt másnap, szeptember 11-én 2001-ben. 2001 vége körül a családnak elmondja egy újsághíró, hogy nagyon sok olyan hír terjeng a szigeten, miszerint Damiennek köze volt a szigeten lévő hírhedt drogkereskedőkhöz, és Damien valószínűleg drogozott. Bár az anya egyáltalán mai napig is sem hisz abban, hogy a fiúnak akármi köze lett volna a drogokhoz, nyitva tartotta a lehetőséget. Valóban úgy viselkedett, mint a rendőrség, mint egy jó nyomozó, ha már a rendőrség ugye nem segített nekik. Meghallgatta ennek az újságírónak a véleményét, hogy a fiának köze lehetett ehhez a drogkereskedőhöz, és pontosabban kiről van szó, egy Nicky McNara hírhedt drogkereskedő nevét említette meg ez az újságíró, és hogy nagyon sokan a szigeten úgy gondolják, így évekkel később, hogy valami köze volt ennek a férfinek, ennek a bűnözőnek fia halálához, vagy eltűnéséhez. Ezután a beszélgetés után a család elmegy a szigetre, és egy találkozó alkalmával, ami a rendőrséggel történik, a rendőrség megemlíti, hogy lehet, hogy a fiú eltűnésének valami köze lehetett a drogokhoz. A család persze akkor rákérdez, hogy mi van, ha Nikinek, ennek a hírhedt drogkereskedőnek, a leghíresebb drogkereskedőnek az egész szigeten köze van az esethez. Szerintetek mi a rendőrség válasza? Ha úgy gondoljátok, hogy a rendőrség azt mondta, hogy ne, biztos nem, tévedtek. A rendőrség azt mondja, hogy nem tudjuk, kiről beszél. És az anya így, mi az, hogy nem tudjátok, kiről? Ez a leghírhettebb drogkereskedő az egész szigeten. Olyan szinten, hogy minden egyes szigetlakó hallott erről a férfiről. Nagyon sokan féltek ettől a férfitől, és nagyon sok halál, lehetséges halál kötődött a férfi nevéhez. A rendőrség ekkor mit mondjak, játssza a hülyét, saját véleményem szerint, ne pereljetek be, játssza a hülyét. Honnan veszi ezt az információt? Ki ez? Milyen Nikiről beszél? Család össze van zavarodva. De akkor a rendőrség még arra sem volt képes, hogy tagadják, hogy azt mondják, hogy hát igen, utána néztünk ennek a drogkereskedőnek, biztos semmi köze nincs a férfinek a fiad eltűnéséhez. Nem! Játsszák a hülyét, hogy miről beszélsz? Ki ez a személy? Nem tudjuk, miről van szó. Legalább legyél annyira okos, hogy tudd, hogyan kell hazudni. Most mit mondjak? Ha oda kerültél, hogy rendőr vagy, akkor tudd, hogyan kell hazudni. Véleményem szerint, ne pereljetek be. Ez 2003-ban történt, majd 2005 márciusában, 2 évvel később, ez idő alatt a család tovább harcolt, hogy megtalálják Damient, és a rendőrség még mindig nem csinált semmit. A rendőrség elmondja a családnak, hogy egy 6 vagy 8 hetes nyomozást indítanak Nicky McNamara elnézést ellen. A rendőrség megígéri, hogy akármit is tudnak meg ez alatt a nyomozás alatt, elmondanak a családnak. Ez persze sohasem történik meg. Megjegyzem, hogy 2005-ben kezdték el a nyomozást ez ellen a férfi ellen. A férfi, Nicky, 2001-ben meghalt, túladagolta magát. Erről a halálról még beszélek nektek egy kicsit később, de akkor már egy halott férfi irány nyomoztak volna. 2005-ben Valerie hivatalosan is bejelenti egy felsőbb szervezetnél a rendőrséget azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelték ezt a nyomozást, a sok hibáért, az elvesztett felvételek miatt, amiatt, hogy folyamatosan csúnyán beszéltek az anyáról a médiában, és minden miatt, ami eddig történt. Felsőbb szervezet megígéri, hogy elindítanak egy nyomozást a rendőrkapitányság ellen, viszont a család rájön nagyon hamar, hogy ez nem egy független nyomozás lesz. Az egyik rendőr, aki ezen a kapitányságon dolgozik, fog majd nyomozni a saját kapitánysága ellen, és meglátja, hogy mit találnak. Az egészből viszont nem igazán lett semmi. Annyi hírt kap vissza a család, hogy elvégezték ezt a független, nem igazán független nyomozást, és arra jutottak, hogy a rendőrség valóban elkövetett hibákat. De, és ezt idézem, ez egy nagyon jó tanulási lehetőség lesz a rendőrség számára.
Képzeljétek el, hogy 16 éves gyermeketek eltűnik. És a rendőrség azt mondja, miután ennyi hibát elkövetett, hogy a gyermeked eltűnése és azt, ahogy elbozt. Nagyon jó tanulási lehetőség volt a rendőrség számára. Köszönjük. A fiad eltűnése tökéletes tanulási tréning volt az egész kapitányságnak. Néhány hónappal később aztán egy híres magánnyomozó, Ivor Edwards felajánlja a segítségét a családnak, anélkül, hogy a család kelljen-e fizessen emiatt, vagy ilyesmi, ingyen felajánlja a segítségét, és eldönti, hogy legelső lépésként az lenne a legjobb, ha 100 000 fontot gyűjtenének össze különböző szervezetektől, hogy felajánlják, mint jutalompénz. Ez persze mindannyiunknak nyilvánvaló, hogy egy jó ötlet. Eddig senki nem mert beszélni, lehet azért, mert az esetnek valami köze van a drogokhoz, ami azt jelenti, hogy köze van olyan bűnözőkhöz, akik bármit elkövetnének, hogy az egészet a szörnyeg alá legyen seperve. Lehet, hogyha 100 000 fontról van szó, valakit nem fog érdekelni, hogy mennyire veszélyesek ezek a bűnözők, mégis elmondja a Danak valamit majd a rendőrségnek. Következő hónapokban egy magánnyomozó felkeresi a családot, ez egy nagyon híres férfi volt, Ivor Edwards, és felajánlja segítségét teljesen ingyenesen, elmondja, hogy a legelső lépés az lenne, hogy 100 000 fontot összegyűjtenének, mint jutalompénz. Ezt különböző szervezetektől tennének meg, hát ha valakit rávenne ez a 100 000 font, hogy végre elmondjon valamit az esettel kapcsolatban. Ebben a pillanatban nagyon úgy gondoljuk, és úgy gondolták ők is, hogy a drogkereskedőknek, a szigeten lévőknek valami köze lehetett a fiú eltűnéséhez, kifejezetten Nikinek. És ahogy már mondtam, ez a Niki egy droglord volt ezen a helyiségen. Mindenki félt tőle, mindenki ismerte. Úgy remélték, hogy ha félelemből nem is jönnek elő az emberek, a pénzért valaki talán. A család el is kezdett menni különböző szervezetekhez, különböző nagy üzletekhez, cégekhez, és megkérték, hogy segítsenek. Ez teljesen normális a bűnügyi esetekben. Ilyenkor általában a cégek elmennek a rendőrséghez, és megkérdezik a rendőrséget, hogy valódi eltűnésről van-e szó, kell egy papírt kérjenek a rendőrségtől, hogy igenis ez segítheti az esetet. Viszont ebben az esetben, mikor a cégek, akik készen álltak arra, hogy felajánlják ezt a 100 000 fontot, oda mentek a rendőrséghez, a rendőrség elmondta nekik, hogy nincs rá szükség. Na, ne csináljátok, ne adjatok pénzt ennek a családnak, nincs rá szükség, miért adná a pénzt? Csak hagyd békén. Ezért sajnos a cégek úgy döntöttek, hogy nem ajánlják fel ezt a jutalompénzt. 2005 és 2010 között a család nagyon sok tippet kap különböző szigetlakóktól, és az egyik olyan történet, amit jó néhányszor visszahallottak teljesen különböző emberektől, az az, hogy aznap este Damien elment Niki házához, és ott kiabált a ház előtt, hogy drogot szeretnék, vagy adj már valamennyit, és ekkor az emberek szerint, a pletyka szerint, hogy mondjam így, Niki megtámadta Damient, valahogy úgy megütötte, hogy a fiú elvesztette az eszméletét, majd a fiú saját hányásán megfulladt. Ez a pletyka a szigeten, és ezt többen elmondták a családnak. Ezután a fiú holttestét Niki eltüntette, vagy valamit csinált vele, és ez történt a fiával. Ezt mondta mindenki Valerie-nek ebben az időszakban. Persze erre semmi bizonyítékunk nincs, ezek csak a pletykák, amik leggyakrabban a családhoz kerültek. Volt más pletyka is, ami megfordult, de ez volt a leggyakoribb. Annyit még megjegyzek, hogy az eset alatt 1996-tól mai napig nagyon sok nyomozói csapat volt az eseten, nem ugyanazok a nyomozók nyomoztak, szinte évente kicserélték a fő nyomozót, évente kicserélték azokat az embereket, akiknek köze volt az esethez. 2011-ben beazonosították az akkor épp az eseten nyomozó emberek, rendőrök, beazonosították a 4 másik férfit, aki a chip üzlet. 2011 körül aztán azok a rendőrök, akik épp az eseten voltak, beazonosították a 4 másik szemét, akik aznap este a fish and chips üzletben voltak.
rájöttek, hogy mind a 6 másik személy valójában katona volt, vagy tengerész gyalogosok, attól függ, nem tudom én sem pontosan, akik épp ott szállásoltak ebben a kisvárosban, és elmentek bulizni aznap éjszaka, semmi közük nem volt a fiú eltűnéséhez. Azt is beillesztem ide, mivel nem tudtam hova máshova tegyem, hogy a sziget lakói nagyon sokat segítettek az egész családnak 1996-tól mai napig. Nem igazán érdekel a szigetlakókat, hogy a rendőrségnek mi a véleménye az esetről, hogy ők nem nyomoznak, ők mindent elkövetnek a lakók, hogy legtöbb segítséget pénzügyileg, csak szeretetben nyújtsanak az anyának. 2015 körül aztán végre a rendőrség felajánl 20 000 fontnyi jutalompénzt bárkinek, aki bármilyen bizonyítékot elő tud hozni az esettel kapcsolatban, viszont 6 hónappal később visszavonják ezt a jutalompénzt. Miután ezt a jutalompénzt visszavonták, és a Damien egyik családtagja egy nagyon szívszaggató üzenetet írt Facebookra, egy vállalkozó, aki ezen a szigeten élt, elolvast ezt a Facebook posztot, és nagyon megfogta az eset. Ez a vállalkozó felajánlott 10 000 fontot jutalompénzként, és egy nagyon okos módon ajánlotta ezt fel. Készítettek egy plakátot azzal kapcsolatban, hogyha bármit tudsz az esettel kapcsolatban, ami a fiú megtalálásához vezet, vagy egy új nyomhoz, akkor megkapod ezt a 10 000 fontot. Nincs szükség arra, hogy elmondd, hogy ki vagy. Létrehoztak egy telefon vonalat, valamint egy e-mail címet, hogy akárki teljesen név nélkül írhatott a családnak tippeket, és ha megtudjuk ki vagy, akkor megadhatod a bankszámla számodat, anélkül, hogy a neved rajta lenne, vagy ilyesmi, és átutaljuk neked a pénzt, vagy megadod a lakócímedet, és elküldjük neked a pénzt készpénzben. Ez azért volt, mivel ekkor már a család és ez a vállalkozó is tisztában volt azzal, hogy valami lehet, hogy valami köze van a drog személyeknek, és mindenki fél ezektől a drogkereskedőktől a szigeten. Szóval, ha valaki elő fog jönni bizonyítékokkal, az biztosan név nélkül szeretné megtenni. Ezt a rendőrség eddig nem volt hajlandó elkövetni, pedig a család nagyon sokszor kérte őket, hogy fogadjanak el teljesen névtelen bizonyítékokat. A 10 000 font felajánlásának másnapján a rendőrség egy sajtótájékoztatót tart, és elmondja a szigetnek és mindenkinek az egész világon, hogy idézem, ha 20 000 font, amit ők felajánlottak 6 hónappal azelőtt, nem segített az esettel kapcsolatban, akkor 10 000 font se fog. Ennyit mondtak a sajtótájékoztatón. Végül is elmondták, hogy miért bízik a család akármiben is. Ha 20 000 nem segített, 10 000 se font. Miért is nyomozol az esettel kapcsolatban? Nem tudom, nekem ez jön le ebből a mondatból, hogy ha 20 000 se segített, akkor 10 000 se fog. Nyilvánvalóan elmondja a rendőrség, hogy semmi értelme nyomozni, semmi értelme a szigetnek próbálkoznia, megtudják, mi történt Damiennel. 2017-ig lassan megint kihűlt az eset, a család végig harcolt, ismétlem. 2017-ig aztán lassan kihűlt az eset, ekkor viszont egy BBC csapat eldöntötte, hogy készítenek egy dokumentumfilmet az esettel kapcsolatban, úgy akarták elkészíteni, mintha egy Netflix dokumentumfilm lenne, olyan stílusban, és meglátogatták a szigetet, több mint 6 hónapig a szigeten voltak, és az anyával együtt minden egyes információt, amit eddig elmondtam nektek, bemutatnak. Szerintem a dokumentumfilm nagyon gagyi, nagyon hülyén jött ki, semmit nem tudtam meg a dokumentumfilmből, mikor megnéztem. El kellett olvasnom az anyakönyvét, ebből tudtam meg mindent. A dokumentumfilm össze-vissza van felvéve, nagyon sok mindent nem lehet érteni belőle szerintem. De meg kell jegyezni, hogy ők voltak az egyetlen, akik hajlandóak voltak segíteni ezen a családon. Valerie viszont megjegyzi a könyvében, hogy nagyon jó munkát végeztek szerinte, hogy valóban újra érdeklődést keltettek az emberekben ezáltal a dokumentumfilm által, ami szerintem elég. Szóval a dokumentumfilm alatt több mindent megtudunk erről a hírhedt drogkereskedőről, Nikiről. Pontosabban arról, hogy hát milyen fajta személy volt, és hogy hogyan halt meg. Azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta személy volt, valószínűleg egy nagyon rossz ember volt, nagyon sokan féltek, ahogy már mondtam tőle, sok személy halálához köthető a neve, állítólag, még a dokumentumfilm sem mondja, hogy nyíltan ki, mivel nem tudhatjuk, a férfi elhunyt 2001-ben, és halála körül nagyon sok kérdés van. A férfit házának fürdőkádjában találták meg, és a rendőrség úgy gondolta, hogy túladagolásban halt meg. Viszont a heroint, amit a szervezetébe találtak, injekcióval
került a szervezetébe, viszont valaki a hátába szúrta ezt a heroint. Nem csak, hogy a férfi hátába szúrták a heroint, viszont testét a fürdőkádban hagyták, vagy a fürdőkádban maradt jó néhány napig. Mikor megtalálták, mikor a mentők megtalálták, már a férfi napok óta halott volt, megjegyzem, ez alatt a férfi barátnője végig a házban volt, és ez az egyetlen fürdő volt a házban, és azt állítja ez a nő, hogy nem vett észre semmit. Amúgy ennek a barátnőnek a neve Shirley. Shirley-t kikérdezi ez a dokumentumfilm készítők, elmennek a nő házához, nem sok, túl sok mindent tudunk meg. Shirley már évtizedek óta drogfogyasztó volt, nagyon erős drogfogyasztó, ezért nem bízhatunk sok mindenben, amit elmond. Azt állítja, hogy neki és Nikinek semmi köze Damien halálához, viszont nem akart arról beszélni, hogy hogyan halt meg Niki, a drogkereskedő. Ezek az újságírók felkeresik Nikinek a legfőbb bűntársát, egy Bunny nevezetű férfit. Most azt mondom, hogy állítólagos bűntársát, mivel igen, a férfi szabad lábon van jelenleg, de ezelőtt börtönben volt, és beszélgetnek vele, majd egy találkozót rendeznek el Valerie és Bunny között. Bunny elmondja, hogy neki és Nikinek semmi köze a fiú halálához, viszont azt is elmondja, hogy soha nem kereskedtek, soha nem adtak a fiataloknak, soha nem árultak a fiataloknak drogot, soha nem árultak a 18 év alattiaknak drogot. Tudjuk, hogy ez nem igaz. A dokumentumfilm publikálása után nagyon sok olyan fiatal előjön, most már felnőtt, aki annak idején fiatal volt és a szigeten élt, és elmondják, hogy annak idején drogoztak, és kiskorúak voltak, és ez a Bunny és Niki árult nekik drogokat folyamatosan. A dokumentumfilm publikálása után nem csak különböző szigeten lakók tudtak meg még több mindent az esetről, hanem az egész ország is. A család aztán segítséget kért az országtól és az összes lakójától, aláírásokat kértek, hogy egy független szervezet nézen utána a rendőrségnek, viszont nem sikerült elég aláírást gyűjteni. Csupán 10 000 aláírásról lett volna szó. Nagyon sajnálom, hogy nem volt egy YouTube csatornám ebben az időszakban. Nagyon sajnálom, hogy manapság már nincs ezzel kapcsolatos ilyen aláírásgyűjtés, mert tudom biztosan, hogy 10 000 ember meg fogja nézni ezt a videót, és tudom biztosan, hogy mindegyik őtök aláírta volna, ha erre lett volna szükség. Nagyon szomorú, ez alatt az eset alatt annyit sírtam, el sem mondom nektek, nagyon szomorú. Ennyit tudunk az esetről ma. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a fiú eltűnésének köze van ehhez a drogkereskedőhöz, pontosabban Nikihez, vagy akármilyen más drogkereskedőhöz a szigeten. Az anya nem tudja, mibe higgyen. Manapság úgy érzi, hogy valószínűleg Nikinek köze lehetett, de nem hisz abban, hogy fia kemény drogokat fogyasztott volna. Ha elment ehhez a Nikihez, azt valószínűleg marihuánnál értette meg, nem keményebb drogokért, de minden utat nyitva tart az anya. Legbelül úgy érzi, ez nem lehet igaz, de mivel évek óta ő a nyomozó ebben az esetben, tud objektív lenni olyan szinten, hogy minden lehetőséget nyitva tartson fia eltűnésével kapcsolatban. Bár most már az Egyesült Államokban élnek, még mindig bízik abban, hogy egy nap kiderül az igazság, és azok az emberek, akik tudják, mi történt fiával, előjönnek, majd is elmondják a rendőrségnek. A következőkben felszeretném nektek olvasni azt, amit az édesanyja Valeri üzen azoknak a személyeknek, akik akármit is tudnak az esetről, viszont nem mernek a rendőrség elé állni. Azoknak, akik tudják, hogy mi történt Damiennel, és hogy hol van ő most. Azoknak, akiknek közük volt az eltűnéshez. Azoknak, akik nem szeretnék belevonni magukat az esetbe, és ezáltal nyugodalmat adni családunknak, és ezáltal segíteni abban, hogy végre eltemessük őt, ezt üzenem nektek. Tudom, hogy nézel minket. Láttalak már. Közösségi oldalakon hozzászólások mögött rejtőzöl. Tudom, hogy követed az esetet, hogy lásd, mennyi mindent tanultunk meg ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy tudod, mennyire közel vagyunk a megoldáshoz. Te is szülő vagy már. Van egy társad, és vannak gyermekeid, akik bíznak benned. Nézd rájuk ebben a pillanatban, és fogd fel, hogy mennyire erősen szereted őket. Ismerem ezt a szeretetet. Ugyanezt érzem a sajátjaim iránt. Mindegyik őjük iránt. Most képzeld el, mit tennél, ha ugyanaz történt volna szeretteiddel, mint ami Damiennel is. Valaha abba hagynád a keresést? A harcot? Nem hiszem. Most képzeld azt, hogy ez a kicsi családod
megtudja, hogy mit tettél annak idején. Mert nem tudnak róla, ugye? Az életed ezt a részét magad mögött hagytad már. Mit gondolnának rólad, ha tudnák, mit tettél? Ugyanúgy néznének rád azután? Az egészet elástad magadban, ugyanúgy, ahogy elástad Damien testét is. Lehet, hogy most már megváltoztál, egy új munkahelyed van és házad, tovább léptél. Vagy legalábbis megpróbáltál tovább lépni. De nem szaladhatsz el az elől, amit elkövettél, amit láttál, vagy amit a szőnyeg alá sepertél. Az agyadba van vésve az egész. Mint ahogy mi, nem tudsz elmenekülni az elől, ami történt. Mikor a nap eljön, hogy Damient megtalálják, és az a nap el fog jönni, ez lesz a legédes, keserűbb érzés a családomnak. Végre eltemethetjük édes fiunkat, ahogy megérdemli. De a te világod ekkor fog tönkre menni. Ugyanúgy, ahogy a mi világunk tört össze azon az esős novemberi napon 1996-ban. Hidd el nekem, mikor azt mondom, Damien maradványai beszélni fognak. A világ végére is elmennék, hogy megtaláljam édes kisfiamat. Hogy hazahozzam, és hogy legyen végre nyugodalmam. Most csak egy olyan helyet szeretnék, ahol oda mehetek hozzá, és vele lehetnék. Csak erre vágyok jelenleg. Megtalálni a felelőst, de nem találni meg a testet. Nem elég számomra. Vissza akarom kapni úgy, ahogy visszaszerettem volna kapni, azóta az este óta, amikor eltűnt. Szeretném, ha ezekkel a fájdalmas gondolatokkal maradnánk. Nagyon remélem, hogy egy nap megtudjuk, mi történt Damiennel, és a család végre visszakapja a kisfiát. A leírásban nem csak a forrásokat találhatjátok meg, hanem a család elérhetőségét is, valamint az egész család és a fiú eltűnésével kapcsolatos Facebook oldalt is. Ha szeretnétek, lájkoljátok az oldalt csak azért, hogy az anya érezze, hogy minél több személy támogatja őt és őket ebben az egész harcban. Megjegyzem, hogy bárcsak végig az anyáról beszéltem, az édesapa is teljes mértékben képben van, segítette a nyomozást, viszont nem szeret annyira a reflektorfényben lenni. Végig segítette az anyát, a családot, ugyanúgy, mint a testvérek. Ezek a testvérek ma már felnőttek, gyermekeik születtek. Tudom, hogy az első szülött unokának a második neve Damien, hogy ugye az a fiú emlékét megtartsák. Ez volt a mai eset. Gyertek vissza a következőre is, és addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!